Sziasztok, szép napot kívánok nektek! Az új kezdet következő részével fogjuk folytatni. És hát Klaus polgármesterrel lesz egy kis párbeszédünk, amiben is meg kell majd keresnünk ugyebár Golden Hill kulcsát, mert hogy ott hagytuk abba, hogy az eltűnt. És hát kíváncsi leszek, mert régen csináltam már ezt a feladatot, nem emlékszem pontosan ennek a menetére, de elég hamar vissza fogok szerintem rázódni, úgyhogy nézzük is ezt a feladatot, és útközben úgyis majd elkezd rémleni, meg derengeni ennek a... Áú, ez fáj. Derengeni ennek az egésznek a története. Szóval, ott tartottunk, hogy én követtem a tolvajt a labirintus partig, és ott... ért véget a feladat, és vissza kellett jönnöm, úgyhogy meglátjuk, hogy most tovább mehetek-e még, vagy még egyszer vissza kell jönnöm. Na, ez azt mutatja, hogy a tolvaj még tovább mehetett a labirintus parton túl. Talán meg kellene nézned messzebb a tengerparton, hát ha találsz újabb nyomokat. Na, akkor el is indulunk, és megnézzük, hogy mit fogunk találni. Itt is ugattam ki. Aha, újabb meglepetés! Mi ez? Egy kis tarisnyarák a titkos barlangunkban. Mit csináljunk veled? Nem engedhetünk el csak úgy, hiszen ez a titkos csempész tanyánk, gondolom, és nem szeretnénk, hogy bárki rá találjon. Elég nyilvánvalóan bűnözők vagyunk, de nem olyanok, akik embereket rabolnak. Kislány, mit keresel te itt a titkos barlangokban? Ki én? Hozzám beszél. Csak véletlenül jöttem ide. Klaus polgármesternek kémkedek, és tolvajok után kutatok. A város kulcsát keresem. Na, ki én? Hozzám beszél. Engem próbálsz átverni, többször nem kérdezem, mit csinálsz itt? Csak véletlenül jöttem ide. Most, hogy felfedezted a titkos búvóhelyünket, nem engedhetünk csak úgy elmenni. Honnan tudjuk, hogy nem árulsz el bennünket? Én sem tudom, talán van olyasmi birtokodban, ami nekem kell. Kibeszél, én abbátok senkit, nincs itt senki. Lala, Jézusom. Jó van, a város kulcsát keresem. Város kulcsát? Tényleg azt hiszed, hogy nálam van? Igen, szerintem nálad van. Lehet, hogy nálad van, ki tudja? Haha, hogyan került volna hozzánk? Adj egy jó okot, hogy ne zárjanak be ide örökre. Azt hiszem, elloptad a város kulcsát. Nekem semmit eszembe sem. Azt hiszem, elloptad a város kulcsát. Lopással vádolsz engem, mintha közönséges tolvaj volnék. Miből gondolod, hogy nálam van ez a kulcs? Nem vagyok benne biztos, mert úgy nézel ki, mint egy tolvaj. Mert csak egy lábad van. Azért lehetett csak bal lábnyomokat látni, mert nekem csak egy lábam van. Édes lesz, lány vagy, megkaphatod a kulcsot és elengedlek, ha megígéred, hogy nem árulsz el minket. Megegyeztünk? Igen. Na, erre a párbeszédre nem emlékeztem egyébként, megmondom őszintén. Nos, azért loptuk el a kulcsot, hogy még több pénzt szerezzünk azzal, hogy átcsempészünk dolgokat a kapun. Télen, amikor normális esetben zárva van a kapu. Kerestünk is egy kis pénzt azzal, hogy ezt a titkos utat használtuk. Hibáztunk, hogy elhoztuk a kulcsot. Az a helyes, ha a kulcs visszakerül a jogos tulajdonossához. Hát igen, ez biztos egy tolvaj szájába illő mondat. Biztos. Itt a város kulcsa. Visszaadhatod a polgármesternek azzal a feltétellel, hogy nem adsz fel minket és nem árulod el a rejtek helyünket. Remélem többet nem találkozunk. Igaz, kisasszony? Hát, szeretném, ha így lenne, de nem így lesz. Megsúgom. Spoiler, ezek bár a játékosok 90%-a már úgyis tudja, hogy lesznek itt még közös kalandjaink. Na, visszamegyünk, odaadjuk Krausz polgármesternek ezt a gyönyörűséges kulcsot, és egyébként meg kell mondanom, ez a ló úgy hasít, mint az állat. De tényleg, amúgy furcsálom is, mocskosul gyorsnak tűnik most nekem. Nem tudom, hogy miért, de nagyon, nem tudom, nekem nagyon gyorsnak tűnik. Ne kérdezzétek miért. Furcsa. Pedig aztán nem voltam kisebb karakteren se, amin esetleg lassabb lenne. Úgyhogy... az most egy sebességi felüdülésnek számít nekem. A kulcs! Milyen fantasztikus! Köszönöm, hogy megtaláltad és visszaadtad ezt a fontos kulcsot. Fantasztikus, hogy a kulcs visszakerült. Olyan boldog vagyok, hogy újra látom. Kérdezhetek valamit? Mi nem voltunk képesek megszerezni a kulcsot, ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hol találtad meg. Megígértem, hogy nem mondom el, hol találtam. A csempésztanyámban lévő csempészeknél volt. A strandon találtam, nem messze innen. Na, jó fejek leszünk. Nagyon furcsa, hogy közülünk senki nem találtam meg már korábban. Ám a te sas szemeidnek köszönhetem, végre megvan a kulcs. Igen, hát persze, polgármester úr, persze. Most már tudom, hogyan történt, Quinn. Remélem, jól érzed magad a halászfalunkban. Nagyon örülünk, hogy eljöttél minket meglátogatni. Érezd magad otthon. Na, oké, akkor most átmegyek a Golden Leaf lovardába, és Ivával
diskurálunk majd egy pöppet, de nem ezzel a... Tudjátok, mi cserélek lovat, mert versenyezni fogunk, és ez a ló már amúgy is 15-ös, úgyhogy nem akarom már, nem akarok bele már több szintet rakni, mert hogy nem is lehet. Úgyhogy lovat váltok. Viszont van egy olyan problémám, hogy a többi lovamnak az XP-je, a kedve az valahol a béka feneke alatt van, úgyhogy nem tudom, hogy hogy fogom megoldani ezt a problémát, mert hogy szerintem olyan lassúak lesznek, mint a dög. Hát szerintem elviszem az alaplovamat, mert neki nem kell már olyan sok, az itt a 14-es szint. Bár egyébként őt főképp arra az esetre tartogatom, hogyha majd főtörténettel kell szórakozni, de amennyit én ezzel a karakterrel lovat edzek, szerintem még bőven eljutok a főtörténetig, úgyhogy... ja. És most csinálok egy kis csavart. Mert ez így nem lesz jó. Nagyon lassú. Nekem legalábbis nagyon lassúnak tűnik, úgyhogy most ne kövezzetek meg azért, amit csinálok, de... De most inkább erre hagyatkozom. És hogyha végeztünk a Gondeli Plovardában, akkor visszajövünk majd Silverglade-be, mert van nekünk egy szellemes feladatunk, és azt szeretném még megcsinálni. Kraus polgármesterrel az előbb beszélgettünk. A Silverglade polgármesterrel lesz egy kis bájcsevegőm, azzal a szellemmel kapcsolatban, amit a Nilmar Fensíkon láttunk, vagy találtunk, ez a hülyén hangzik, de akivel a Nilmar Fensíkon beszélgettünk, annak az ügyében nyomozunk most, hogy hol van az asszonya. Na, tessék, mielőtt megengedem, hogy használd a versenypályát, meg kell győződnöm róla, hogy képes vagy-e ilyen nehéz pályát kezelni. Nem személyeskedés, csak először mindenkinek meg kell mutatni a kifutóban, hogy képes-e. Egyszerű biztonsági eljárás, annak a híre, hogy milyen nagyszerű lovas vagy, még előtted ideért. Úgyhogy ez tényleg csak formalitás. Jó. Nem probléma. Úgyis nézek ki, mint egy jó lovas. Azt a... Jézus ereje! Jó, ez nem volt belekalkulálva dolgokba, ezt totál elfelejtettem, hogy ez egyáltalán itt, hogy ez így működik itt. Csak nem értem, miért csinálnak belőle ilyen pályát, amikor nem is így kell végigmenni rajta. Na mindegy. Mindegy, nem számít. Na, gyerünk már! Ó! Két ugyanolyan, low. Az hat. Kettő andalúze. Andalúzia. Azt hiszem, itt az idő, hogy kipróbáld a versenypályát. Készen állsz? Lovagolj gyorsan. Oké. Na nézzük! Ha, túléltem? Oké. Kért Karin engedélyét. Váratlan ajánlat. Ez nagyszerű ötlet volt ugyanazt a pályát az ennek kezelében használni. Na jó, van, ezt nem csináljuk meg. Ugyanaz csak visszafelé. És most, hogy ez is megvan. A másik feladat az egy ilyen Golden Leaf-es levélgyűjtögetős, mit tudom én. Tudjátok, az az aranylevél, vagy mi a franc, amit majd megkapunk a verseny végén. De azt én most nem veszem föl, mert sokkal érdekesebb inkább az, hogy beszéljünk a tanácsossal, és megtudjuk, hogy mi történt a szellemekkel, vagyis hát a szellemnek a feleségével, és azt hiszem most ezzel kapcsolatban fogunk beszélni, azt hiszem. Kicsit kutakodtam a gyűjteményben, és megtaláltam a balesetről készült jelentést. Kiderült, hogy a hidat nem az előírásoknak megfelelően építették. GAD, a cég, amely a hidat építette, régi faanyagot és gyenge minőségű építőanyagot használt, hogy pénzt takarítsanak meg. Nagyon régen történt, most a GAD tisztességes cégnek tartják, legalábbis úgy tűnik, hogy így gondolják. A jelentés szerint az áldozat feleség
felesége Mrs. Hill a baleset után Firgrove-ba költözött. Ha többet szeretnél tudni róla, beszélj a kollégámmal, Firgrove tanácsosával. Ezeknek miért nincs leve amúgy? A több, a izének például, ott van például Kraus, ő is polgármester, és mégis ott van Kraus polgármester, ennek meg nincsen. Izénik és a Mistfallnak is volt Scroll tanácsos, vagy mi volt annak is a neve. Most már nem, mert ugye megcsináltam azt a feladatot, de jó, olyan furcsa, hogy nincs neki, lehetne valamilyen neve. Filippino. Vagy Pianino. Ez se rossz. Pianino. És azt hiszem Franklin polgármester, azt hiszem ezt a karaktert meg így hívják. Nem? Mr. Franklin, igen. Mrs. Hill, igen, itt lakott. Sajnálom, de sok-sok évvel ezelőtt meghalt. Talán a rokonod volt? Aha, szóval nem rokon. Sajnos Mrs. Hill régen meghalt, és már lebontották a házát. Nem igazán tudom, hogy hogyan segíthetnék neked. Elég jól emlékszem rá. Fantasztikus díjlovagról volt. Szomorú volt később látni. Annyira összetört a szíve, és soha nem épült fel igazán a férje balesete után. Csak akkor vidult fel egy kicsit, amikor a lovagló és fénye lovagolt a falu közelében. Ilyenkor az elveszett szerelmére gondolt. Néhányan a faluba azt mondták, hogy látták őt a falu közelében, odafenn a pályán, miután meghalt. De én nem igazán hiszem. Fellovagolhatsz oda és körülnézhetsz, de én a helyedben nem remélnék semmit. Ó, te csak bízd ide, majd én megmutatom, hogy én. Na most, amióta ugye a Firgrove-ot kicsit átalakították, itt van a nénye. Itt találjátok meg a vadőrház mögött. Na, szia nénye. Ó, szerelmem, hol vagy? Ó, férjem, merre vagy? Meg kell, hogy találjalak. Úgy tűnik, nem tudom elérni őt. Talán meg kellene próbálnom beszélni Mr. Hill-lel. Ó, rohagy meg! Jobbra-balra cikázni, ő már! Na! Azt mondja, hogy a feleségem Firgrove-ban van. Zagyvaság! De! A feleségem Firgrove-ban lakik. Miről beszélsz? Itt lakik velem. Ha nem hiszel nekem, menj és nézd meg a padláson magad. A fényképei, a könyvei és minden egyéb dolga ott van fent, ahogy mindig is volt. Na jó. Nem spoiler ezek. Nem mondom meg előre, hogy mi fog történni. A rókát azt kirakom majd. Mondom, a rókát azt kirakom. Fusson itt mellettem. De jó, eltűnt. Bagos a róka. Nagyon jó. Örülök neki. Happy day! Nyitás. Megtaláltam a egy gyűrűtöket, megtaláltam. Ne. Na, hol a róka? Most ez komoly? Róka koma. Bagos. Jó van. Ennyi eszét kidobtam rád, és bagos vagy. Édes Istenem, ez a feleségem egygyűrűje soha nem veszi le. Mi történik? Hát. Mit keres itt a jegygyűrűje? Soha, de soha nem veszi le. Nem értem, valaki szórakozik velem? Mindegy, nem számít, mindenképp vissza kell kapni a jegygyűrűjét. Szegény feleségem biztos nagyon zaklatott. Vidd el a gyűrűt és keresd meg őt nekem. Annyira hálás lennék. De jó, most megint mehetünk vissza a büdös Francba. Na, itt az igazság pillanata. Ó, hol van a szerelmem? Mi? A jegygyűrűm? Hol találtad meg és ki vagy te? Hogy lehet? A férjemmel megesküdtünk, hogy addig viseljük a gyűrűnket, amíg a halál el nem választ. És soha. Ha csak lehetséges. Nézd, már nem vagyok húsvér ember. Átlátszó vagyok. Csak nem vagyok szellem. Szellemek már pedig léteznek, látjátok? Tehát a férjem nem tudja, mi történt vele réges-régen, azon a szörnyű napon. Látnom kell őt újra, csak az hozzá majd számomra a békét, és biztos vagyok abban, hogy ő is így érez. Tudom, mit kéne tennünk. Vedd el a gyűrűmet és helyezd a sírunkra. Akkor a csökönyös szellemünk végre megtalálja majd a hazavezető utat. A sír eléggé el van rejtve. Az almás kerttől délre van egy gyönyörű fa árnyékában. A kis hegyfoknál, ahonnan látni lehet a pinta erődöt a vizen túl. Na, ezt most megmutatom nektek, hogy hun van. Na, most már egyébként az új játékosoknak mázliuk van, mert hogy ki jelöli a térkép, de ha jól emlékszem, akkor régen nem jelölte ki. Úgyhogy ez nagyobb szívás volt, anno. De most meglátjátok, hogy itt
mi fog történni, fölszállnak a lelkek, és júj, lesz itt minden, megsimogatom a lovamat, és már annyira örülök neki, és még vissza kell mennem a palér. Biztos furcsán hangzik, de az a gyűrű iránytűként viselkedett, és kivezetett a ködből. Ide tartozom. De hol a férjem? Gondolod, hogy nehéz lesz idehozni a férjemet? Ez nagyon jellemző, mindig rettentő makacs volt. Mondd meg neki, hogy találkozunk a különleges helyünkön. Tudni fogja, hogy mire gondolok. Ott kérte meg a kezem, és különleges alkalmakkor mindig oda mentünk. Amikor a férjem meghalt, abban a szörnyű balesetben ott temettettem el. Mindig azt szerettük volna, hogy ott legyünk együtt eltemetve, amikor eljön az időnk. Menj és próbáld meg újra. Remélem, hogy nem sokára újra látjuk egymást. Ja. Gondoltam, hogy még egyszer vissza kell menni érte, de se baj, hát ezt már megszoktuk. Na, azt mondta, hogy a különleges helyünkön szeretne találkozni. Soha nem gondoltam erre. Ő biztosan ott van, végre vége a várakozásnak. Jövök, szerelmem, csak valami szépet kell felvennem. Minden más várhat, úton vagyok a kedvesemhez. Kérlek, lovagolj előre, és mondd meg neki, hogy úton vagyok. Olyan gyorsan ott leszek, amilyen gyorsan csak tudok. És vissza kell mennem oda. Gondoltam, ez halál biztos volt. Hála a Starshine Farmnak, még hamarabb ide értem, úgyhogy ez egy pluszpont. Na. Drágám, végre! Jó, megjött ez is. Egy sírkő van azon a helyen, ahol egykor megkértem a feleségem kezét. Mi van rájuk? Itt nyugszik Mr. és Mrs. Hill a fa árnyékában, ahol először találkoztak. Ez a mi sírkövünk. Drága feleségem, most már értem. Quinn, hatalmas szívességet tettél nekünk. Sajnálom, hogy ellenkeztem, de biztosan megérted. Most már örökké együtt lehetünk, pontosan úgy, ahogy annak lennie kell. Soha nem tudnám eléggé megköszönni, amit értünk tettél. Azt mondja a feleségem, hogy a házunkban a padláson a régi dolgai között van valami, aminek biztosan örülnél. Isten veled. Igen, tudom most. Ó, de szép. Ennyi. Semmi csillogás, semmi pápa, semmi. Ne? Pedig azt hittem, ez drámaibb lesz. Na, és amúgy elárulom, hogy a Nilmer fensíkon levő házban egy nyerget fogunk kapni. Egy kék nyerget. Na, itt el lesz ebben a házban, ha minden igaz. Ha minden nem igaz, akkor is. Ide át kell menni. Na, így. Egy díjugrató nyereg. Biztos a Mrs. Hill régi díjugrató nyerge, amit a versenyeken használt a világ minden táján. Milyen szép tőle. Örülök, hogy Mr. és Mrs. Hill most már békében nyugodhatnak együtt. De jó! Azt hiszem ez a... egy kék nyereg, ja. Ez a legendás nyereg, amit minden játékos megkapott. És nem ad max pontot, pedig tök jó lenne. Na, nézzük, mit találunk még itt. Ó, Istenem, mit tettünk? Csak egy kis kolbászt szerettünk volna sütni, és tüzet okoztunk. Nem tudtuk, hogy itt nem biztonságos sütögetni. Van egy lovad, el tudná vágtatni vízét a Silverstone folyóhoz? Kérlek, siess, mielőtt az egész erdő tüzet fog. Na, drámai ok, hogy miért jöttem ide. Akik nem tudják, azoknak elmondom, akik még esetleg nem tartanak ott. A Helgás feladatokat, és Helga, Gretchen, Günther, ezeket a feladatokat próbáljátok meg a leghamarabb megcsinálni. Már csak azért is, mert ez később majd kelleni fog nekünk Eponához, és nagyon sokan kérdeztétek már így is, hogy... na most mi van? Vödör. Ott a vödör. Tehát sokan kérdeztétek, és hogy nem tudtok bejutni Eponába, és hogy... hogy miért nem. És én mondtam már többször, hogy... hogy olvassátok el, hogy mi kell Eponához. Csak már annyira, ugye, annyi frissítés bejött azóta, hogy nem egyszerű dolog visszakeresni. Ez az egyik dolog, amit meg kell hozzá csinálni. És sokan ezt elfelejtik, illetve a dínós feladatokat, de azt arról már beszéltem egy külön videóban a dínós résznek. Úgyhogy, úgyhogy most mondom, hogy aki látja, hogy van még ilyen feladata és még nem tud menni Eponába, sürgősen csinálja meg, mert anélkül nem lesz meg. Úgyhogy ezeket meg kell csinálni, és akkor lesz majd... akkor lesz majd kész, vagy akkor kapjuk meg majd az Eponás feladatot, azt hiszem, amikor Gretchent megkeressük. Úgyhogy igen, ezt is meg kell csinálni. Tehát van egy pár napos feladat, amikor Gretchent minden nap meg kell keresni, valahova elkalandozik.
És most nem emlékszem arra, hogy... Ja, bocsánat, eszembe jutott közbe. Beszélek itt hülyeségeket. Hála Istennek, hogy te is a gyors lovat felbukkantatok, megmentettétek az egész erdőt. Olyan rosszul is alakulhatott volna. Na, szóval az a lényeg, hogy amikor megkerestétek Gretchent, utána kapunk egy nyári lakos feladatot, amiben Mr. Campbell-lel kell megint kicsesznünk. De az a lényeg, hogy ha az kész van, akkor utána lehet menni a Ponába. Amennyiben a Dino völgyes feladat kész van, és amennyiben Hermannak vittünk ásvány mintákat a Jorvik lovadába. Na, mondtam anyának és apának, hogy itt nem jó ötlet kolbászt sütni, soha nem hallgatnak rám, most megtanulták a leckét. Ha legközelebb valami hasonlóra készülnek, le fogom állítani őket. Beszél Gretchennel. Remélem legközelebb hallgatnak majd rám, mindig mondom nekik, mit szabad az erdőben tenni, és mit nem. De soha nem figyelnek. Talán majd ezután. Talán. Igen, ó, mit tettünk. Gretchen mondta, hogy nem jó ötlet, de olyan szép volt itt a táj, és kellemesen hűvös az erdő. Nagyon éhes voltam. Nem ígérem, hogy soha többet nem gyújtok tüzet a szabadban. Nagyon sajnálom. A feleségem is, én megkérdezzük, hogy építhetünk-e néhány új biztonságos tűzrakó helyet az erdőben, akkor több helyen is nyugodtan sütögethetnénk. Azt mondta, hogy segítesz a tűzrakó hely építésében? Kőre van szükségünk alapnak, fára, padokhoz és egy rácsra, ahova a kolbászokat tehetjük. Jobban ismered ezt a környéket, mint mi, azért talán tudod, hogy mindezt hol találjuk. Hallottunk egy jó hírű kovácsról, talán első lépésként megkérhetnénk, hogy készítsen nekünk egy rácsot. Na, hát elmenjünk Konrádhoz, megnézzük. Hello, Quinn! Örülök, hogy itt talállak. Szeretnél egy rácsot? Persze, segítek. Olyan sokszor segítették felgyűjteni az erdőben. Ez a legkevesebb, amit tehetek. Ma nem lesz készen, gyere vissza holnap. Jó. Na gyerekek, akkor én ezt itt le is zárnám. Innen folytatjuk majd következő alkalommal, amikor fel tudok venni új kezdett videót. Most már igyekszem egy kicsit sűríteni a részeket, mert eléggé el vagyok vele sajna maradva, és hát megmutatom, azért van itt nem is egy feladat, van itt bőven, és ezeket megpróbálom azért majd behozni, csak kicsit szűkösen alakultak most a mindennapjaim, de ettől függetlenül igyekszem majd behozni, és még egy-két mellékes dologgal is jelentkezem majd. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett nektek, írjátok meg a véleményeteket a feladatokkal kapcsolatban, és hát legközelebb majd jelentkezem, ami lehet, hogy egy szerdai frissítés lesz, de majd még meglátjuk. Úgyhogy további szép napot kívánok nektek, sziasztok!